magaságyásban megjelentek az első eper virágzatok. Ez azt jelenti, hogy már lassan készülni kell arra, hogy az epreket megfelelő állapotba hozzuk, megfelelő termő állapotba hozzuk, és gondolni kell arra, hogy az epreknek nagy szükségük van tápanyag utánpótlásra. Tehát itt az idő, hogy áprilisban mindenképpen valamilyen módon megtrágyázni az epret, és figyelni arra, hogy a tövek ne legyenek túl közel egymáshoz, tehát egy ilyen 30-40 cm távolságot kell tartani. Itt ennél a mezőnél, epermezőnél bőven van mit ritkítani, tehát itt az idő, hogy nekiálljunk, még nem késő, és a május végi epertermést, júniusi epertermés megelőzendő, tisztítsuk meg a területet annyira, hogy tudjanak kiteljesedni, és tudjanak terjeszkedni, és megfelelő mennyiségű levelet növeszteni ahhoz, hogy kellő ellátottságú eprek születhessenek. Tehát eper és ritkítás, és kezdjünk neki.